Adózással kapcsolatos ismereteket hallhattak a 11-esek a Nyíregyházi Évízben. Mit jelent az egykulcsos adórendszer, hány százalékos az általános forgalmi adó? Milyen kedvezmények járnak a családoknak, és hogyan dolgozhatnak legálisan nyáron diákmunkában a tanulók? Az adóhatóság diákok számára szervezett előadás sorozata olyan ismereteket nyújt, amelyeket a fiatalok mindennapi életük során hasznosíthatnak. Szerintem Magyarországon az emberek le vannak maradva ezekkel a fogalmakkal kapcsolatban, és nagyon fontos, hogy ezt már középiskolában tisztázzák a tanulókkal, hogy milyen alapfogalmak szükségesek az élethez, például az adózás is nagyon fontos. A NAV Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei igazgatósága 2014-ben indította el a középiskolásoknak szóló programsorozatát, amihez tavaly 14 iskola csatlakozott, közel 30 osztályban végeztek adótréningeket. Ezeken az előadásokon, illetve tréningeken lehetőségeket kapnak arra, hogy megismerkedjenek olyan adózási fogalmakkal, amelyek még számukra a középiskolások számára ismeretlen, illetve olyan gazdasági és adózási ismeretekre tegyenek szert, amelyekre esetleg a későbbiekben szükségük lesz. Nagyon sok kérdés érkezik az adóhivatal felé egyébként diákmunkával kapcsolatban, családi adókedvezményekkel kapcsolatban, amelyek most a diákokat érdeklik, illetve igyekszünk az adózás történetére is kitérni és megismerkedtetni őket a Nemzeti Adó és Vámhivatal kialakulásának történetével is. Az előadások célja, hogy az oktatás végére a diákokban tudatosodjon, hogy mi a közteherviselés, milyen adók léteznek hazánkban, kik hozzák a törvényeket és mely hatóság hajtja azokat végre. Fontos, hogy tudják, a NAV elsősorban szolgáltat, nem pedig büntet. Az adótréninget játékos módszerekkel csoportmunkában tartják a diákoknak.